köszönjük nektek egyébként, hogy itt vagytok mindannyian, és szeretnétek tanulni. Hogy ezt a napot egyáltalán létre? Iskolába ugyan nem mentek, tanulni viszont tanultak ezek a budapesti diákok. A köznevelési törvény miatt sztrájkoltak már reggeltől, de nem akarták, hogy azt mondhassák róluk, azért lógnak, hogy ne kelljen tanulni. Diákok ötlete volt az alternatív oktatás, mondván, hogy a tüntetésnek nincs értelme, mert a követeléseiket a kormány nem veszi figyelembe. Ez az élethelyzetkártya. A 8. kerületi alternatív tanítási napon érzékenyítő társasjátékot játszottak, amivel a hátrányos helyzetű diákok problémáit szemléltették, illetve meghívott előadók tartottak többdimenziós matek órát és kortárs irodalom órát is. A töri óra egy 56-os séta volt a kerületben, de volt gyorsrandi jellegű angolkor repetálás és állampolgári választási ismeretek óra is. Csatlakozott a sztrájkhoz még Szombathely és Pécs is. A szervezők mindenképp folytatni szeretnék az akciót. Szerintük ebben a kérdésben össztársadalmi az elégedetlenség. Az utóbbi képek az én városomban, Pécset születek, Skripski Hanna, remélem jól ejtettem a nevét, a Szabadterek budapesti koordinátora vendégem, kezét csokolom, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Tisztázzuk először a fogalmat, mi volt ez? Ez akkor sztrájk volt, bojkott volt, demonstráció volt, megmutatjuk magunkat, mi volt ez? Itt az volt a lényeg, hogy a diákok megmutatják, hogy elégedetlenek az új köznevelési törvénnyel, tehát bárhogy is nevezzük, az a lényeg, hogy az elégedetlenségüket ki tudták fejezni. Tehát nem gondolom, hogy fontos lenne, hogy a bojkott vagy a sztrájk szón. Annyiban fontos, hogy azért az is demonstrál, hogy mit mutatnak meg. Tehát ha én oda megyek a tanárhoz, és azt mondom, hogy tanár úr, ez nekem nem tetszik, vagy kimegyek az óráról, vagy nem vagyok hajlandó az ön órájára bemenni, azért érzi a különbséget, hogy itt azért komoly hangsúlykülönbségek lehetnek. Természetesen, de mivel a diákoknak nincsen lehetőség a sztrájkra, hiszen még kiskorúak, nincsen munkaviszonyuk, ezért akkor inkább a bojkott szót érdemes használnunk. Ez egy egyszeri bojkott volt? Ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Most lesznek következő lépések, lesznek szerveződések, hálózatot építenek azok a diákok, akik elindították a mostani tüntetést, a bojkottot, tehát lehet, hogy a későbbiekben lesz erre. Néztem a sajtóbeszámolóit, és a sajtóbeszámolóban péntek előtt országos bojkottról, péntek után pedig számokról volt szó. Itt például, hogy az A hang oldalán 141-en jeleztek vissza, a Facebook oldalon 225-en szereplőként jelentkeztek vissza, illetve 596-an érdeklődtek az esemény iránt. Ezt országos bojkottnak, országos akciónak hívni azért ilyetén módon merész. Amit én biztosan tudok, hogy a budapesti Aurórában az alternatív tanítási napon tele volt a ház, ez több mint 100 fiatalt jelent, de érkeztek Győrből, Szegedről, Pécsett is volt akció Szombathelyen is, tehát hogy biztos, hogy megmozdultak valamennyire a diákok. Kérdés az, hogy mennyire mertek, mennyire engedték őket, és hogy mennyire jutott el hozzájuk az információ. És önökhöz mennyire jutott el az az információ, amire most utalt? Nevezetesen, hogy engedték, vagy volt, ahol nem engedték őket? Abszolút. Tehát igazából az alternatív tanítási napnak az volt a lényege, hogy a diákok szólaljanak meg. Tehát ezek nem frontális órák voltak, hanem lehetőséget adtunk arra a diákoknak, hogy elmondják, hogy mi a problémájuk, amire nem biztos, hogy van ebben az országban lehetőség. És igen, elhangzott az többektől is, hogy problémák vannak, hogy a tanárok nem igazán akarják elengedni őket, mert féltik őket. A szülők is őrültségnek érzik néha azt, hogy ebbe a diákokba elmentek. Nagyon nagy bátorság kell ehhez. Fogalmazott most úgy, hogy ebben az országban, ahol nem mondhatják el, mi a problémájuk. Ez bizonyos módon vagy társadalompolitikai, vagy politikai állásfoglalás szinte. Tehát ez ebben az országban nem mondhatja el valaki, mondjuk egy diák, hogy mi a problémája, hogy félnie kell tőle, mert az onnantól fogva akár még diktatúrának is hívható. Én azt próbálom elmesélni önnek, amit a diákoktól hallottam, és ők így fogalmaztak, ilyen erősen fogalmaztak. Volt, aki bátrabb volt, és volt, akinek a szülei nagyon mögött álltak, a tanárai engedték el, sőt, buzdították arra, hogy vegyen részt a sztrájkban, de a többség arról számolt be, hogy ez nem ennyire egyszerű, féltik a szülők a gyerekeket. Hogyha egy toplistát fel kellene állítania, hogy mi az a három, mondjuk egy, három, öt, nem tudom, tehát a legfontosabb követelésük, kérésük, panaszuk, amit, mivel ez egy demokratikus tévéstúdió, itt bátran elmondhatja, akkor mi lenne az, amit a toplista elejére felférne? Mi a legnagyobb gondjuk? Nehéz toplistát elíteni, mert amikor pont én beszélgettem velük, és próbáltam felfejteni, hogy a 6 követelésből mi az, ami leginkább problematikus nekik, akkor egyértelműen a túlterheltség volt az, amit kiemeltek. Az, hogy a tanárok és a diákok is nagyon-nagyon túlterheltek, túl sok órájuk van, túl magas a lexikális tudás, amit elválnak tőlük.
Tehát mindenképpen ez lenne a toplista tetején, hogy felül kellene vizsgálni azt, hogy milyen tananyagot kell elsajátítani a diákoknak most, amikor az interneten nagyon sok információt megszerezhetnek, tehát nem kellene szótárakat tanítanunk oktatni. Ebbe kellene nekik mondjuk egy mentor, hiszen egy diák éppen a tanulási folyamat kellős közepén, mondjuk úgy, hogy én is emlékszem mondjuk középiskolás éveimre, én nem tudtam, hogy mit kell vagy mit nem kell megtanítani, és vakon bíztam a tanáromban, hogy amit ő tanít, az valószínűleg nekem jó. Van tanár-diák párbeszéd ebben? Tehát volt például mondjuk így, hogy pártoló tagjuk? Hát változó, ez is változó. Mindenképpen próbálnak a diákok jelzéseket adni a pedagógusok felé. Ami egy fiatal lánytól elhangzott, hogy a pedagógusok is ugyanannyira leterheltek, ezért kevésbé tudják befogadni az információkat, kevésbé van arra energiájuk, hogy célzottan bizonyos diákok problémáival foglalkozzanak. Nagyon-nagyon sokan vannak egy osztályban, tehát mentor lehet egy pedagógus akkor, hogyha sokkal alacsonyabb az osztálylétszám, sokkal célzottabban oda tudnak figyelni a diákok. Ezt a diákok egyénileg kellőképpen át tudják tekinteni? Tehát át tudják tekinteni, hogy mennyire leterhelt mondjuk az ő tanárok. Én most nem akarok semmilyen módon szatirikus lenni, de nekem, ha középiskolában azt mondták, hogy kell-e, hogy szavaznék-e arra, hogy kevesebbet kell tanulni, én biztos a diáktársaimmal együtt nyilvánvalóan arra szavaztam volna, hogy igen. Az fontos látni, hogy a tanárok sokszor szülők is, és ez a hölgy, aki beszélt erről, igazából arra mutatott rá, hogy az ő édesanyja az, aki nagyon leterhelt, hiszen pedagógusként is helyt kell állnia, és ez a lány onnan érzékelte azt, hogy mennyire leterheltek a pedagógusok, hogy az édesanyán látta azt, hogy a napi 10 óra után már nagyon-nagyon fáradt. Akkor, amikor rákérdezek a pénteki, mondjuk így akkor bojkotra, akkor nyilvánvaló, hogy a következő lépés, vagy következő kérdésem az, hogy mi a következő lépés? A bojkott, illetve a sztrájk az alternatív tanítási nap után, ami a szabadterekben történt meg országszerte, Margit-szigeten volt egy fórum, amit Molnár Áron a Noár csapatából vezetett, és ott jutottak arra a diákok, hogy ezt az országos hálózatot, a diákhálózatot el kell indítani, és mindenféle csoportokkal, informális, formális csoportokkal, szakértőkkel le kell ülni, minél többet beszélni, ami egyébként múlt hét hétfőn is már elkezdődött, és a továbbiakban is folytatódott. De ez azt jelenti, hogy lesz egyfajta a diákparlament, akkor ezek az emberek összeülnek, vezetőt választanak maguk közül, azok a vezetők képviselik őket. Tehát kvázi mondjuk így, hogy egy diák szakszervezet jön létre? A jelenleg lévők nem megfelelők erre? Ahogy ők fogalmaztak, az egy hálózatra utal, tehát semmiféle képviseleti rendszerről még nem beszéltek. Az nagyon fontosnak tartják, hogy a jó gyakorlatokat összegyűjtsék, az előző évek tapasztalatait összegyűjtsék, és abból induljanak újra, abból új akár bojkottot is szervezik. Rendben, de kihez fordulnak? Az iskolaigazgatóhoz, Kásler miniszter úrhoz, mind a tárca felelős, vagy a oktatás felelőséhez, vagy Orbán Viktor miniszterelnökhöz, vagy Áder János köztársaságelnökhöz? Tehát kihez fognak kik felé fognak érdekérvényesíteni, vagy legalábbis megpróbálni ezt? Én azt remélem, hogy megtalálják majd az utakat ahhoz, hogy érdemben változás történjen ebben az országban. Hihetetlenül okosak a fiatalok, nagyon-nagyon érdeklődőek. Hallani kéne, tehát hogy figyelni kéne arra, amit mondanak, mert ők a jövő nemzedéke, és ez azt is mutatja, hogy Pécsett is a klímaválság volt az, ami tematizálta igazából ezt az alternatív tanítási napot, tehát meg kellene őket hallgatni. Skripski Hanna, köszönöm szépen, hogy itt járt nálunk ma reggel. Én is köszönöm.